A Mi Hazánk nyomásgyakorlásának köszönhetően kerül felújításra a Harmat utca. Idén már több alkalommal szót emeltem a kőbányai utak tarthatatlan állapotával szemben. A Harmat utca több mint 8 éve nem került felújításra, miközben mellékutcákra 100 milliókat költenek, parkolókat és jó állapotú járdákat, kerékpárutakat cserélnek kitűnő állapotúra. Budapest főváros 10. kerület kőbányai önkormányzata arról tájékoztatott, hogy a Harmat utcán a közútkezelői feladatot nem ők, hanem a fővárosi önkormányzat, pontosabban az általa ezzel a feladattal megbízott Budapest Közút ZRT látja el. Azonnal felkerestem őket is, és arról tájékoztattak, hogy már 2016-2018. évi útfelújítási programban szerepelt a Harmat utca felújítása, de a munkálatok nem kezdődhettek el anyagi forrás hiánya miatt. Megkeresésemre az önkormányzat és a Budapest Közút ZRT is azt az ígéretet adta, hogy a következő útfelújítási terv összeállítása során ismét javasolni fogják a Harmat utca felújítását. 2023. szeptember 11-én megkezdődött az útépítés, mely miatt a 85-ös és 185-ös busz még most is terelve közlekedik, ezzel sok bosszúságot okozva a helyi lakosságnak, de bízunk abban, hogy a végeredménnyel mindenki meg lesz elégedve. Sokan kérdezték 2022-ben, hogy miért szavazzanak a Mi Hazánkra. Úgysem fogunk tudni semmin sem változtatni pár képviselővel. Azóta többször meghátrálásra kényszerítettük a kormányt, és befolyásoltuk a törvényalkotást. A Mi Hazánk nyomásgyakorlásának köszönhetően került megváltoztatásra a magyar embereket megsarcoló Fidesz által létrehozott furkutakkal kapcsolatos törvény és a napelemekkel kapcsolatos törvény is. Országgyűlési képviselőink már többszörösen bebizonyították, miért volt érdemes a Mi Hazánk mozgalomra szavazni. A Harmat utca felújításának ügye pedig azt bizonyítja, hogy 2024 után az önkormányzatokban is lesz értelme harcunknak. Képviselni fogjuk tudni a magyarság, a helyi lakosság érdekét.